csendes kiáltás az egy nagyon érdekes dolog volt. A Jancsónak az volt a második olyan filmje, amelyiknek elég nagy volt a nemzetközi visszhangja. Na most a Miklósnál jellegzetesen itt az hatalom meg a kiszolgáltatottságról van szó. Na most annak az volt az érdekesség, hogy az volt a Kendinek az első filmje. Most elkészült az első nap, és hát olyan volt, mint akkoriban az átlag magyar filmeknek a hangulata. Na most a Miklós viszont nem ezt kívánta. Ő azt akarta, hogy az az atmoszféra legyen, amit ő naturban, meg ami sokkal érdekesebb, hogy egy kivilágított díszlet. És az első muszter után rettentően mérges lett, és ki akarta rakni. Na most a Kender pedig egy fiatal ember volt, és az ember sajnálta. És akkor én hosszasan beszélgettem a Miklóssal, és azt mondta, hogy én csinálok ebbe a díszletbe, amivel jól tud dolgozni. És azt csináltam, hogy az egyik a főszobászal, ahol étkeznek is, annak a hátsó fát, miután ez vályogó van, lefűrészeltem, és kiszedtem. És meghosszabbítottam egy fekete sátorra, ami azt jelentette, hogy a színészek, illetve a kamera jobban tudott mozogni. Ez volt az egyik. A másik az volt, hogy valami különös legyen, de naturális most maradjon. Azt csináltam, hogy a berendezésnek egy részét és a tárgyaknak egy részét másfélszer nagyobbra. Az mi nem nehéz, mert abban az időben vas edények voltak, abban volt kicsi is, meg nagy is. De itt nagyok voltak a kicsik. Meg a szék is, meg minden egy picivel nagyobb volt. Ez volt az egyik, és a másik pedig az, hogyha egy ablakon, ahol bejön a fény, ott bebuknak a falak. Egész egyszerű oknál fogva, mert ide, itt oldalt már kap valami fény, egyre többet, minél közelebb megy az a fény mögé, hogy úgy mondjam, ott annál sötétebb lesz. És akkor aztán azt találtam ki, hogy ahol a legsötétebb volt, azt egy kicsit fölvilágosítottam, és ahogy a fény növekedett, úgy sötétítettem el a falat. Nem, ezek nüanszok. Ezek, na, azóta is ez, erre mind a mai napig rendkívül sokat adok a úgynevezett patinázásra. Az egy francia-magyar koprodukció volt, és az idő sürgetett, és Jancsak még valami dolga is volt, és mondtam, te, én majd gondolkodom, majd megoldjuk, hogy ez hogy. És aztán azt találtam ki, hogy a erdész vagy vadászház környé, mint egy ilyen ránövő gomba, építettem föl a díszletet, ami termek sorából állt. És még arra is törekedtem, hogy minden szobán más legyen a karaktere, vagy változatos legyen. És emlékszem, a kedvenc jelenete volt, volt ott egy fenyőerdő, és a fenyőerdőből jött a főszereplő, aztán találkozott valakivel, bementek a első szobába, ott ez történt. A másik szobában ott is valakivel találkozott, bement a harmadik szobában, ott is történt van. És most jött a csoda, mire ez egy hosszú 10 perces jelenet, vagy 12 perces jelenet. És a másik oldal, amire kiírtek, minden beborított a hó. Tehát miért az erdőben még az fenyőerdő, és az egyáltalán az erdő az harsány zöld volt, és egy beállításra belül, mire a vége értünk, minden fel hófehér lett. Teljesen behazdott a tárgy, úgyhogy ez elég. Szóval azért emlékszik az ember, mert ilyen szerencse vagy különleges lehetőség ritkán van az ember életében, hogy ez történt. Valakinek el kell képzelni azt, hogy ez milyen helyzet. Szóval ez nem okvetlenül, a díszletterre nem okvetlenül annyit jelent, hogy épít valamit, hanem ugye ő hozzájárul ötlettel, elképzeléssel a tér kialakításához. Akinél kell, akinél nem, van, akinek nem kell. Nálam meg nem, mert együtt gondolkodunk együtt. Hát ezt a Tamás nélkül nem tudom megcsinálni, mert ugye elképzelem, aztán hogy elkezdünk beszélgetni, és a Tamás megvalósít valamit, egy csomó ötlettel járul hozzá.